Nagy szeretettel köszöntök mindenkit nemzeti ünnepünkön Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 90. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, hajtsunk fejet és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy emlékezhetünk. Emlékezhetünk nemzeti hőseinkre, akik küzdöttek Magyarországért. Köszönjük, hogy példák lehetnek a számunkra. És hogyha valaki úgy is gondolná, hogy más vidékén, a nagyvilágnak szebb vagy jobb lenne az élet, köszönjük, hogy az ő példájuk is itt tart bennünket Magyarországon. Köszönjük, hogy magyarnak születhettünk. Köszönjük neked, hogy tehetünk ezért az országért. Itt dolgozhatunk, itt élhetünk, ennek az országnak a jövőjéért tehetünk sokat. Arra kérünk, hogy áldj meg bennünket ebben. Add, hogy ne veszítsük el a lelkesedésünket, add, hogy magyar keresztjén emberek tudjunk maradni, mindvégig kitartani. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, a mi megemlékezésünket. Légy itt velünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Istennek szent igéjét olvasom, ahogyan szól hozzánk János evangélium a 16. részéből, a 20., 21., 22. versből. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt. Örülni fog a szívetek és örömötöket, senki sem veheti el tőletek. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot, mondja Jézus. Amen. Helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk az ige magyarázatát. Kedves testvérek, harcoltak sokat Magyarországért. 170 éve is küzdöttek 1848-ban, március 15-én és az utána következő események során. Küzdöttek 100 éve is, 1918, az első világháború vége. Az első világháborúban is sokan adták az életüket. Küzdöttek 62 éve, 1956-ban is. És ma is harcolunk, küzdünk a mindennapi dolgaink során is. Talán az a közös ezekben a harcokban, hogy mindig voltak sikerek, de voltak kudarcok is.
hiszen 48 után jött 1849, a fegyverletétel és a szomorú események. 1918 után jött 1920, Trianon. És 1956. október 23 után is jött november 4-e, és jöttek a szovjet tankok. És bizony a mai 21. századi saját emberi sorsunk küzdelmeiben is ezt tapasztaljuk, hogy vannak sikerek, de vannak olyan pontok az életben, amikor nagyon mélyen vagyunk, és úgy érezzük, hogy elveszett a remény. Nagyon fontos tudnunk, hogy a nagy csatát, a szabadságért vívott küzdelmet a magyar nép megnyerte. És ha mindennapos küzdelmeinkben úgy éreznénk, egyszerű emberként, honpolgárként, a saját kis személyes életünkben, hogy talán vesztésre állnánk, jó, hogy vannak nekünk ilyen reménysugarak. Jó, hogy vannak olyan reménysugarak, mint március 15-e, ami a viharos, borús időszakok, a fellegek után szivárványként tündökölt a magyar égen. Kellenek március 15-ék az életünkben, különben elveszítenénk a reményt. Jézus Krisztus itt ebben a felolvasott igében a szülés előtt álló nőnek a példáját hozza. Nem sokkal vagyunk nőnap után, éppen egy hete ünnepeltük a nőket, és elmondtuk sok helyen, hogy nagyon tiszteljük, becsüljük őket, mert életet adnak a következő generációnak, nemzetünk fennmaradásának letéteményesei. De amikor szülés közben vajúdik egy nő, akkor nem biztos, hogy ilyen nemes érzések töltik el a szívét. Lehetséges, hogy ott a fájdalmak gyötrik inkább, és ez az, ami az ő gondolataiban előtérbe kerül. Jézus így mondja, amikor az asszony szül, fájdalma van. És Jézus ezt a példázatot életünk harcaira, küzdelmeire, gondterhelt, nehéz időszakaira alkalmazza és hozza. Mert azt mondja a Biblia ezek alapján, hogy a nehéz helyzetekben, ha ott vagyunk fájdalmak, elesettség közepette, nem szabad feladni a küzdelmet. Ez az üzenete ennek az igének. Néhány fejezetet lapozunk itt János evangéliumában, és ott a 21. fejezet környékén van egy Péter. Az, aki nemrégen megtagadta Jézus Krisztust, és Péter úgy gondolja, ott a 21. fejezet elején ezt olvassuk róla, hogy mai szóval élve, úgy mondhatnánk, visszaadja a munkakönyvét. Péter azt gondolja, hogy mindegy, hogy mit beszélt itt nekem ez a Jézus Krisztus, én visszamegyek halászni. Nekem elegem volt ebből az egészből. És Péter visszamegy, megtisztítgatja a hálóit, szomorúan, kétségbe esetten, neki fog, és elkezd halászni. Lesz, ami lesz. Úgy gondolja, hogy hiába volt itt Jézus, hiába voltak a magasztos eszmék, ő feladja a küzdelmet. És az az érdekes, hogy nem fog semmit. Üres a háló. Isten leckészteti Pétert. Mert hogyha egyszer Jézus Krisztus őt ember halásszá tette, felhatalmazta arra, hogy menjen oda emberekhez, tegye őket tanítvánnyá, aztán legyen majd az egyháznak is oszlopos apostola, akkor ő nem adhatja vissza a munkakönyvet, és nem mondhatja, hogy köszönöm szépen, megyek halászni. Történik ott egy érdekes dolog, azért, hogy megforduljon Péterben ez a dolog, és felálljon onnan a mélységből, egy valami történik, beszélget négy szem közt Jézus Krisztussal. És Jézus az, aki abban a négy szem közti beszélgetésben megváltoztatja az egész hozzáállását, és megadja neki azt az erőt, ami a küzdelemhez kell. Hiszen tudjuk azt, hogy Péter utána talpra áll, tudjuk azt, hogy Rómának lesz majd püspöke, tudjuk azt, hogy majd fejjel lefele keresztre feszítik, milyen szenvedéseket élhetett át ez az ember, de volt ereje hozzá, felállt onnan a mélyből, és nekiállt, ment és küzdött. Azért, mert Jézus megerősítette. Erre mondja azt Jézus, amikor megszülte gyermekét, az asszony nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt.
Igen, vannak nehéz időszakok az életünkben, voltak nemzetünk életében is nehéz időszakok, de mindig eljön az a békés, nyugodt korszak, amelyben már nem igazán gondolunk vissza a nehézségekre, legfeljebb azért, hogy tanuljunk belőle. Nyomorúságotok van, de bízzatok, jön a jobb idő, és Jézus Krisztus, tudjuk, hogy legyőzte már a világ fejedelmét. A döntő küzdelem, a legnagyobb csata, a sátán ellen vívott harc már eldőlt. Jézus legyőzte őt. És amikor lát a sátán bennünket, tégyre rogyva, lehajtott fejjel, azt gondolhatja, hogy győzött felettünk. Azt gondolhatja az ördög, hogy legyőzte a kereszténységet. Igen ám, de mi, amikor ott vagyunk tédre rogyva, lehajtott fejjel, az nem azért van, mert feladtuk a küzdelmet. Mi magyar keresztjének azért vagyunk ott térdre rogyva, lehajtott fejjel, mert imádkozunk, azért, mert imádságban térdre rogyva vívjuk meg a csatáinkat, és nem erőszakkal. És amikor kimondjuk az ámment, akkor felállunk, és emelt fejjel megyünk tovább. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Most fennállva csendesedjünk el, hajtsunk fejet, és foglaljuk össze lelkünk könyörgését, ami Úrunktól, Jézusunktól tanult imádságban, a mi atyánkban. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Most helyünket elfoglalva, fogadjuk nagy szeretettel a Mezőtúri Református Kollégium 4. A-osztályosainak műsorát, a gyermekkórus és a felnőtt kórus szolgálatát. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma a szívünkbe szórta. De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled. Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad.
Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott. Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Igen! Felelős minisztériumot Budapesten, évenkénti országgyűlést Pesten. Hurrá! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg, közös teherviselés. Úgy legyen! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonákat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Hurrá! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió Erdéllyel. Úgy legyen! Egyenlőség! Szabadság! Testvériség! Éljen! Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt, mi valánk a legelsők, kik tenni mertünk a honért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját, mi riasztó fölzajunkkal nagy álmából a hazát. Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint mink 24 óra alatt. Föl a szabadság nevében, s Pestnek elszánt ifjai, s lelkesülés szent dühében rohantunk hódítani. S te szívem, ha hozzád férne, hogy kevés légy, lehetnél. E hős ifjúság vezére voltam e nagy tetteknél. A magyarok is segélyre esküszünk, hogy ramokkodát nem leszünk. Ellenségünk egész világ, látom én, szegény magyar, bemagad vagy ezen a földkerekén. No de semmi, jó az Isten, úgy lesz, ahogy lenni kell, hagyjanak el, csak magunkat, mi magunk ne hagyjuk el. És mi nem hagyjuk magunkat, míg lesz egy kéz és egy kar. Fogadom azt, hogy megbánja, aki bántja a magyart. Thank you.
Csapjatok föl fejekét katonának! Veszedelem fenyegeti hazánkat! Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak felúválnak. Kossuth Lajos nem lett volna, katona se lettem volna, éjjel-éjjel a nemzet. Kossuth Lajos nem lett volna, katona se lettem volna, éjjel-éjjel a nemzet. Gyere, pajtás katonának, téged teszlek kapitánynak, bár eszemből nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a nemzet. Bár eszemből nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a nemzet. Magyarország, édes hazám, szép hazám, aggodalmas tekintettel nézz rám, sose aggódj szülőföldön, lesz elég, aki neked feláldozza életét. Doppereg! Kész a csatára a sereg! Előre! Süvít a golyó, csegg a kard, ez lelkesíti a magyart! Előre! Föl a zászlóval magasra, egész világ hadd láthassa! Előre! Hadd lássák és hadd olvassák, rajta szed szó van, szabadság! Előre! Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Előre! Mindjárt vitéz, mihelyt magyar, ő s az Isten egyet akar. Előre! Véres a föld, lábam alatt, lelőtték a pajtásomat. Előre! Én se leszek rosszabb nála, berohanok a halálba. Előre! Ha lehull a két kezünk is, ha mindjárt felé jelasíts a gyáva, seregének seregünk nyomába. Ott megy ő, a vénvezér, utána a hazának ifjúsága mi. Így kísérik a vénzivatart a tengerek szilajhullámai. Minden, ami szent előttünk kockán van, ha világ támad is meg, győznünk kell a csatákban. Ha mi jobbnak el kell veszni, vesszen el, ki fogna most fukarkodni, életével, vérivel. És te, Isten, magyarok nagy Istene, légy népeddel, hű népeddel, jó népeddel, légy veled.
Magára hagyták, egymagára adjáva népek a magyart. Lánccsörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. Tekints ránk, tekints szabadság! Ismerd meg mostan népedet, midőn más könnyed sem mer adni. Mi vérrel áldozunk neked. Ne feledd a tért, hol ők elestek. Az utolsó s a legjobb vitézek, mind elmentek, és kedves reményünk velük mentek, egy sírban enyésznek. De bár a történetben ottan áll a győző név ragyogva. Átkozott az a dicsőség, amely a szabadok szíveit tapodja. Kossuth Lajos, Kossuth Lajos, azt hiszem, azt hiszem. Esik,
Békésünk karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Valahány cseppesikre sikrája, annyi áll a szájra, szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a sírasson engem senki, jól vagyok tanítom. Sem lépésbe, de sem váltam, sejlenem esek, sejlenem esek, mert a kuszár a gyerekbe bele van teremtve, mint a rozmarin. Éljen a haza, megírja,
szabadság, éljen, éljen a haza, éljen a haza, éljen, éljen a haza. Megköszönöm mindannyiunk nevében a Mezőtúri Református Kollégium 4. A osztályosainak műsorát. Köszönöm a felkészítő pedagógusoknak, Móra Éva tanítónőnek, és köszönöm Giricné Irházi Gabriella tanítónőnek. Köszönöm a gyermekkórus és a felnőtt kórusnak a szolgálatát, és köszönjük Marci Ernő kántor karnagy felkészítő munkáját. Most mielőtt a városi ünnepségre kimegyünk együtt, áldás vétele előtt énekeljük el fennállva közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Istennek népe, szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békességet kívánok.